A Mi Hazánk mozgalom felháborítónak és indokolatlannak tartja a katás adózás szabályainak drasztikus megváltoztatását, amely tulajdonképpen nem más, mint egy sunyi, burkolt és egyben nagyon durva adóemelés. Itt arról van szó, hogy amennyiben az ugyanazon megbízótól származó megbízási díj éves mértéke a 3 millió forintot meghaladja, akkor a 3 millió forint feletti részt 40%-os különadó terheli, amely fűnyíróelvszerűen a kollektív bűnösség vélelméből kiindulva valamennyi katás adózóról azt feltételezi, hogy esetleg valamilyen törvénytelen cselekedetet követnek el. A magyar valóság a minisztériumi dolgozószobákkal ellentétben azonban az, hogy nagyon sok katás vállalkozónak egy-két nagyvállalkozó ügyfele van, és ezektől szerzik a megélhetőséget biztosító bevételt. A kormány célja egyértelműen az, hogy a katás megbízási vagy vállalkozási szerződések helyett munkaszerződések jöjjenek létre, és ezáltal a munkavállalói, valamint a munkáltatói járulékok és egyéb közterhek jogcímén lényegesen több adót és sarcot szedjenek be a vállalkozóktól. Eddig a kata pont attól működött jól, pont azért volt egy nagyon nagy előrelépés a magyar adórendszerben, mert rendkívül egyszerű volt és megfizethető, a végre egy olyan adózási forma, amely a kisvállalkozót és a kisembert is élni hagyta. Ezt a jól működő rendszert rúgta most fel a kormány, és amíg eddig a kata a gazdaság, a magyar gazdaság kifehérítését szolgálta, addig sajnos úgy néz ki, hogy a szürke vagy a fekete zóna felé löki el a katás adózókat. Attól tart a Mi Hazánk mozgalom, hogy a kormányzat céljával ellentétben nem a tömeges munkaszerződések, hanem a tömeges álláskereső nyilvántartásba vételek időszaka jön el, vagyis vagy a szürke és fekete gazdaság kezd el hízni, vagy pedig ezek a katás vállalkozók tönkre mennek, és a munkanélküliek sajnos sorsára jutnak. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom azt kezdeményezi, hogy a kormány vonja vissza ezt a felelőtlen és átgondolatlan intézkedést, és sokkal precízebb szabályozást dolgozzon ki az esetleges valós visszaélések felszámolására vagy megelőzésére.